Vendégem Bene Ferenc, a magyar U18-as labdarúgó válogatott szakmai vezetője, edzője. Én azt mondom, hogy szakvezetője. Természetesen lesz miről beszélgetnünk, hiszen egy fél éve ült itt velem szembe Feri. Ferike, mondhatom így. És akkor még nem volt, ha jól emlékszem, a szövetség alkalmazásában. Szervusz Feri, köszönöm szépen! Szervusz, ugye jól emlékszem körülbelül erre az időszakra, hogy akkor még más csináltál. Igen, tisztelte, üdvözlök mindenkit. Igen, hát az egy a nyíregyházi időszaknak a vége volt. Hát azt most hagyjuk, harmadik helyezett volt a csapat, amikor engem is a stábomat ugye vezetőedzőstől, ügyvezetőstől eltávolítottak, most kieső jelölt a Nyíregyháza. Szerintem több volt benne, de hát ez már a múlt. Viszont most örömmel a 2001-es korosztálynak vagyok a vezetőedzője, válogatott szinten, úgyhogy... Ez a 2001-es korosztály, Feri, ez hát ők már nagyok, hát 18 év, 17-18 évesek, tehát itt lehet azt mondani, hogy ők már nagyjából kopogtathatnak a felnőttek között, ugye? Vagy az a felnőttek felé? Igen, optimális esetben ez így is van. Én is úgy gondolom, hogy a felnőtté válás időszakában vannak. Ugye a keretnek a 40-50%-a már felnőtt bajnokságokban játszik, páran azért már NB1-es keretekkel készülnek, tehát úgy gondolom, hogy ez minimális elvárás is, hiszen a nemzetközi mezőnyben gyakorlatilag felnőtt futballistákat találjuk szembe magunkat. Hát igen, ezt bármiről beszélünk, mondjuk azt, illetve sokszor mondják azt a sportvezetők, edzők, bárkiről, vagy sportújságírók, hogy hát ilyen tehetséges ez a 18-20 éves gyerek. Én mindig azt mondom, egy 18-20 éves bármilyen sportoló, az már ne legyen tehetséges. Igen, az kétségtelen, hogy van egyfajta nyomás az NB1-es, NB2-es edzőkön, és ezért nem mindig merik betenni a fiatalokat, sőt, több esetben leginkább nem. Én biztos vagyok benne, hogy az én játékosaim, akik válogatott szinten megállják a helyüket, azok NB2-es szinten is minimum megállnák. Egy-két év múlva szerintem meg NB1-ben is találkozunk velük. Mekkora kihívás neked, ugye, aki hosszú éveken keresztül, 2002 környékén kezdted az edzői pályafutásodat, ugye, körülbelül? 2001. Ennyit tévedhetek. Tehát azért eljutottál kisebb csapatokhoz, nagyobb csapatokhoz, vezetőedző voltál, pályaedző voltál, sőt, mi több, egyszer már voltál a labdarúgó szövetség alkalmazásában. Azt igen, ugye, jól emlékszem. Nem ismeretlen számomra a válogatottakkal való uh-huh. munkakör, igen. Nagy kihívás a kiválasztottakkal együtt dolgozni? Mindenféleképpen. Ugye ebben a munkakörben az a nehezebb, hogy nagyon kevés kontaktja van az embernek a játékosokkal. Tehát gyakorlatilag hétfőn megkapom a játékost, kedden mérkőzés van, szerdán egy edzés, csütörtökön még egy mérkőzés. Tehát gyakorlatilag kevés befolyásom van a fejlődésükre. Viszont nemzetközi mérkőzéseket játszunk, nagyon sok tapasztalatszerzéssel jár, és a legjobb játékosokkal tudok foglalkozni, legmodern technológiákkal, komoly profi stábokkal. Tehát tapasztalatszerzésnek is óriási, másképpen pedig hát azért az ember a hazáját tudja képviselni. Jó, azt mondtad, hogy kevés a kontaktus, és bár persze, hogy kevés a kontaktus, egy válogatott edzőjének mindegy az, hogy most 17-28, akármi, ott már nem kell megtanítani futballozni az embereket, hiszen azért a kiválasztottak, hogy ott legfeljebb taktikát lehet, és erre viszont valóban kevés az az idő, úgy gyerek szinten, ifi szinten, felnőtt szinten, hogyha csak 2-3 alkalommal találkoztok. Ezt hogy lehet áthidalni? Itt egész egyszerűen arról van szó, hogy ugye nyilván nem a képzését irányítjuk mi a játékosnak, tehát nem mi fejlesztjük. Mi azt tudjuk, hogy az adott elképzelésekhez, játékmodellhez képest mi taktikai edzéseken minél hatékonyabban, nagyon rövid idő alatt próbáljuk összeszoktatni a játékosokat. Tehát gyakorlatilag meccselőedzők vagyunk, pszichológusok vagyunk, meg játékos megfigyelés. Játékos megfigyelők vagyunk egyszerűen. Ez a játékos megfigyelés, ez a következő ugró a kérdésem, hogy ki ajánlja a játékosokat a kapitánynak, a szakvezetőnek? Vagy te is mindig látod, mindenkit látsz, az lehetetlen, hogy mindenkit láss, de miért ne? Elképzelhető. Ajánlások jönnek? Hogy van ez? Hogy működik? Hát nyilván azért 14 éves koruktól kezdve azért végigmentek több szűrésen, Bozsik uh-huh. programtól kezdve az előző válogatott edzők, régiós vezetők, tehát monitorozva vannak a játékosok.
Most azért én azt mondom, hogy a 60 játékost én meg tudok figyelni. Nyilván nem mindegyiket személyesen, de igyekszem mindenkit személyesen is megnézni. Edzőkkel kapcsolatban vagyok, szakmai igazgatókkal, vannak titkos megfigyelőim Helyes. Is. Úgyhogy van, hogy egyszerre több játékost is figyelek, természetesen nem én osztódom, hanem vannak kollégáim, akik segítenek, de ezt úgy gondolom meg lehet oldani. Nálad, most akkor beszéljünk az U18-as csapatról, bár azt is olvastam, hogy az U19-es tábban is benne vagy. Ugye? Így van, pontosan így van. Az nagyon jó, mert ugye föladjuk a játékosokat, tehát azért az egy fontos dolog, hogy kontaktus legyen legalább a nagyon közeli csapattal, korosztállyal, én azt gondolom. Hát egyrésztről megérthető, hogy a német Antal kollégámmal egymásnak besegítünk. Így van. Ez egy koprodukció, ilyen szempontból két pozíciót töltünk be, de ez abszolút megoldható. Tehát az U18-as labdarúgó válogatott szakvezetőjeként, hogy látod, hogy állunk mi most ebben a korosztályban, európai szinten? Hát általában ez úgy szokott lenni, hogy van egy olyan korosztály, amelyik nagyon jó kifutással rendelkezik, van olyan korosztály, amelyik kevésbé, tehát adott esetben a korosztályok is eltérőek válogatott szinten. Én azt tudom mondani, hogy én azt bátran állíthatom a saját korosztályomról, hogy gyakorlatilag nincs olyan csapat, akitől mi akár félnénk, vagy megrettennénk. Tehát én azt mondom, hogy bárki ellen lehet esélyünk, de annyira lecsökkent az olló a nemzetek között, hogy gyakorlatilag bármilyen csapatok is lehet kapni. Hát ezt látjuk azért. Nincs azért kis a csapat, ugye azt is. Mondják, nincs így már van, ilyen lesajnált kis csapat, kis pontosan. Ország. Tehát nyilván nem akarom kikerülni a kérdést. A csodák azért nincsenek, tehát azok a futball nemzetek uralják az utánpótlás futballt is, amelyek a felnőtt futballt, de én azt mondom, hogy senki ellen sem megyünk ki feltartott kézzel. Igenis vannak tehetséges játékosaim, és amire büszke vagyok, hogy nagyon összetartó és egységes a csapat. Zicsert adtál, mert azon gondolkodtam, hogy fogom átkötni a beszélgetésünket erre a bizonyos könyvre, de azt mondtad, hogy ugye azok a csapatok uralják akár a korosztályos válogatottaknál is az élmezőnyt, a helyeket, ahol a felnőtt csapatok is ott vannak a spiccen. De ők akkor valamit tudnak, valamit hoznak lentről. Na, akkor eljutottunk a könyvhöz. Bocsánatot kérek a kedves nézőktől, de itt van egy olyan, amit nem tudok kimondani. Bene Ferenc írt egy fantasztikus könyvet, majd elmondja, hogy mennyi idő gyűjtötte össze a dolgokat. Taktikai periodizáció címmel, nem lehetett volna magyar címet adni ennek a könyvnek? Ez a taktikai periodizáció, ez egy módszertan. Tehát ezt a módszertant Portugáliában alkották meg, Portugál Tudományegyetemnek a professzora, és egész egyszerűen onnan ered, és ez a módszertannak a neve. A neve. Tehát ugye ez nem azt jelenti, hogy különböző taktikai edzéseket rakunk egymás mögé, tehát gyakorlatilag a módszertan sokkal többet jelent, mint maga ez a szópár. Úgyhogy ezt a módszert Dél-Amerikában használják, Portugáliában használják, Spanyolországban használják, utánpótlás szinten is, és jó pár top szinten sikeres edző. Gyakorlatilag olyan futball nemzetek iskolái épülnek erre, akik hosszú távon sikeresek Európa és világszerte. Ez az időszakokra bontott edzésmódszer, ciklusokra bontott edzésmódszer, ez a periódus ugye valami ilyesfaj, tehát igen, takarhat. Időszaknak is nevezhetjük, de igazából itt a módszernek röviden annyi a lényege, hogy ez a módszer mindig a mérkőzésből indul ki, ezzel nyilván még nem mondtam sokat, mert igyekszik minden edző abból kiindulni, de nem választja külön a különböző faktorokat, tehát nem képzi külön technikailag a játékos, külön taktikailag, vagy külön kondicionálisan, esetleg mentálisan, hanem mindent komplex módon vizsgál, és próbál olyan mintákat adagolni a játékos agyának, amit a mérkőzésen később automatizmusként át tud alakítani. Ez egy nagyon fontos szó, amit mondtál, automatizmusként, mert ugye pontosan tudjuk, bármilyen sportról beszélünk, furcsa lesz, amit mondok, gondolkodás olyan nagyon sok idő nincs. Felgyorsult az élet, felgyorsult minden sport. Igen, olyannyira, hogy ugye a tradicionális edzés elvek szerint egyfajta atlétát képzünk évtizedek óta. Igen. Viszont ugye fejlesztjük a különböző szervrendszerét a játékosnak, a lábát, az izomzatát, a törzsét.
ahelyett, hogy elsősorban az agyára fókuszálnánk. Ez a módszer a tradicionális edzésmódszerrel szemben a játékos agyát fejleszti, és komplex módon fejleszti a játékos, tehát itt nem kitűnő atlétát képzünk, hanem szeretnénk kitűnő labdarúgót, és mindent a mérkőzésből vezet vissza. Ennek a módszernek az egyik használója, legismertebb használója, ez így jó szó. Az én kedvenc menedzserem, edzőm, José Mourinho. Van, tényleg használja? Tehát ő, bocsánat, hogy ez, ahogy fogalmazok, ő egy konok, fafejű, a sikerért mindent legyőző, eltaposó ember. Mégis használja ezt a módszert. Ez hogy létezik? Na most ugye külön kell venni a kettőt. Tehát José Mourinho, vagy akár bármilyen portugál utánpótlás edző, vagy spanyol utánpótlás edző, vagy uruguayi utánpótlás edző használja ezt a fajta módszertant, de az másik, hogy milyen ember, meg milyen személyiségjegyei vannak. Tehát José Mourinho-nak nyilván a sikerei elsősorban az emberi kvalitásaiból adódnak, de legalább 50-60%-ában, hanem még többen a sikereit igenis a módszertannak, ennek a módszernek köszönheti, és ő ezt bőszen le is nyilatkozza, tehát a könyvben is nagyon sok idézet van tőle, van egy több oldalas interjú is vele, tehát ez igenis, ez a módszer egész egyszerűen létezik és sikeres. És nagyon sok külföldi szakirodalom a világ leghatékonyabb edzésmódszerének apostrofája, ezeket nem én találtam ki. Idézőjebb a könyvnek azt mondom, a 60-70%-ában 10 vagy 12 külföldi szakkönyvnek a feldolgozása van. Tehát idézőjebben nem Bene Ferenc osztja az észt, hanem ez egy működő módszer van zanzásítva, illetve bizonyos szempontból kibővítve, mert a másik 30-40% azok nyilván magyarországi vagy személyes tapasztalatok. Nem Bene Ferenc osztja azt a bizonyos észt, de én azt gondolom, hogy egyáltalán nem szégyen a nagy emberek, nagy edzők módszereit átvenni, sőt, dicséretes, és most szembe dicsérlek, hogy hosszú-hosszú kutató munka után ezt letenni az asztalra és megmutatni az itthon működő, ténykedő szakembereknek, hogy emberek, van itt valami, amit nem ártana megtanulni, átvenni. Igen, én úgy gondolom, hogy ez először is úgy indult az egész, hogy én 6 éves kutatómunkám. Mennyi időt kellett kutakodnod? Igen, ez egy 6 éves kutatómunka eredménye. Először úgy indult, hogy nyilván gyakorló és aktív edzőként saját magamnak fordítottam le anyagokat, kipróbáltam gyakorlatba. Aztán amikor akár DVTK utánpótlásánál, akár gyírmóton ez felnőtt szinten működőképes volt, és látszott, hogy működőképes és eredményes, akkor gondoltam egy olyat, hogy egy kicsit van az emberben egy idézőjebb betett küldetéstudat, hogy valahogy változtassuk meg a magyar futballt, változtassuk meg pozitív irányba, és engedjük be azt, ami külföldön jól működik. Tehát, hogyha én állítom, hogyha a legkisebb falvaktól kezdve amatőr futballon át az utánpótlásig, vagy akár a profi futballban, de nyilván nem ott dőlnek a lényeges kérdések, hanem még lejjebb, ezt az edzők megveszik, elolvassák és megértik, akkor 10 év múlva jobb futballisták fognak kijönni az utánpótlás rendszerből. És használják. Mert ugye te fele, jó, hogy elolvassuk, hát te tudod, elolvassuk. Jó, köszönöm szépen, túl vagyok rajta, viszont látása, és használjuk. Itt azért felmerül az a kérdés, mint említetted, hogy kis, már Gyirmótot nem lehet kis csapatnak nevezni, hiszen nem, bajnokságot nyertetek, profi csapat, bajnokságot nyertetek, csak valami miatt nem került fel az NB1-be, de ez egy másik kávéház. Mennyire fogadják el a játékosok, mennyire érzik a játékosok, hogy itt valami új módszer van? Nekem a tapasztalataim azok, hogy a játékosok nagyon fogékonyak és vevők erre. Csak mondok egy példát, ugye a hagyományos edzésmódszer különböző ciklusokra, felkészülési időszakra, idézőjelben, tehát alapozó időszakra, versenyidőszakra bontja az évet. Ez a módszer pedig nem tesz különbséget a felkészülési program, tehát a mérkőzési időszakon kívüli időszakra és a bajnoki szezonra, hanem az első naptól kezdve az utolsóig mindig a játékmodell, az edző által a játékosokra írt játékmodellnek a megvalósításán dolgozik. Tehát például kérdezték a játékosok, idézőben rettegve, hogy hány hetes lesz a felkészülési időszak. És én mondtam neki, hogy 52. Akkor néztek rám, hogy hú, hát egész év. Mondom, egész év. Igaz, hogy miért? Mert hogy ők attól félnek, hogy akkor mennyit fogunk futni. Hát mondom, srácok, labda nélkül semmit. És nem akarták elhinni, hogy nem fognak menni dombra futni, nem lesznek izolált kondicionális edzések. Nem, én egyet kérek, minden edzésünk
olyan élesen fog zajlani, mint a mérkőzés. Tehát, hogyha egymás közti játék van, akkor nehogy azt mondja bármelyik játékos a meccs az edzés végén, hogy jaj, de ő vége az edzésnek, játszunk egyet. Nem, akkor kezdődik. Idézőjelben. Igen. Tehát én azt el tudtam náluk érni, hogy tényleg majdhogy nem minden edzésjáték életre halálra ment. Ha azt láttam, hogy nem működik, akkor vagy bedobtunk egy tétet, mert a magyar játékos egy pizzáért vagy egy üdítőért fogadni kell. Az édesanyján is átrohan. Tehát vagy fogadás volt, vagy egész egyszerűen kimaradt az a csapatból, vagy akár a keretből is, aki nem úgy teljesített a héten. Tehát gyakorlatilag minden játékosnak olyan mintákat adagoltunk edzésen az agyának, és intenzitásba is, a pálya azon területén is, és a gyakorlatokat úgy megírva, és olyan feladattal megtűzve a játékost, ami a mérkőzésen elvárható. Ez versenyhelyzet volt, edzésről edzésre. Minden, és nem kellett, most csak a belső védőnek nem kellett kapura rúgnia, mert meccsen se fog kapura rúgni. A belső védőnek az volt a feladat, hogy a labda kihozatalt, a játékmodell szerint építse, védekezzen, ahogy kell. Tehát mindenkinek egyéni postspecifikusan, és nem utolsó sorban olyan intenzitással. Tehát azt az egyet nem fogadtam el, hogyha valaki fél intenzitással, fél mechanikával, tehát egyszerűen 100%-os erőbedobásra kell edzeni, és 100%-os koncentrációval. Viszont, hát Magyarországon élünk, ugye? Pontosan tudjuk, hogy azért begyöpösödött gyökerek vannak, a gyökereket nem jelzésként mondtam, hanem mély-mély gyökerek vannak lefelé, és baromira fél mindenki az újdonságtól. A kedves kollégák hogy fogadták ezt a könyvet, vagy ezt a módszert, érdeklődően, vagy megint valamit kitalált, valaki tudott, mert sajnos erről is hallani. Hogy fogadtak el téged, illetve a könyvet? Hát az első oldal az, amikor gyakorlatban alkalmaztam mondjuk DVTK utánpótlásánál, akkor a kollégák 30-40%-a kevésbé vette fel a ritmust, vagy elutasító volt, másik 20-30% érdeklődő volt, és megint csak volt egy 20-30%, aki azonnal rákapott. Uh-huh. Tehát nagyjából én erre is számítok. Egy biztos, hogy azért ezt az MLS webshopján gyakorlatilag 2 vagy 3 hete lehet kapni, és azért elég szépen fogy ebből a szempontból. Ez nem egy üzleti vállalkozás a részemről, ezért is gyakorlatilag a reális ár alatt áruljuk ezt, illetve hát van egy ilyen honlap, hogy beneferenc.hu, ott is megtalálható az a link, ahol lehet kapni a könyvet. Elég jók az eladási mutatók, de én... Ez nem a reklám helye, ez pontosan én nem. Értem, mert hát milyen az az edző, és segítek neked, mert nem akarod kimondani. Tehát milyen az az edző, akinek van egy lehetősége, egy újdonságot, itt hazánkban egy újdonságot megnézni, elolvasni, akár tanulni belőle, és nem nyúl hozzá. Az az edző, az, én kimondom, az nem igazán való a szakmába. Én abba bízom, hogy megfelelő érdeklődés lesz iránta, és hogyha ezt el tudják sajátítani az edzők, nem kell minden szó szerint esetleg venni. Lehet a saját mikrokörnyezetére 10-20%-ot lehet ebben módosítani, de a módszernek magát, az alapelveit, azt igenis utánpótlástól profi futballig érdemes használni, mert nagyon jól működik. A másik pedig, mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, én meg most is nyilván nagyon örülnék, vagy örültem volna, hogyha bármilyen külföldi sikeres top edző eljön Magyarországra, és elmondja, hogy ő hogy dolgozik. Na most ilyen nem történt meg, mert aki jött, az vagy az életéről mesélt, tehát vagy el se jöttek. Tehát most itt egy könyv, ami effektíve... És a szakmáról szól, nem? Hanem így van. Tehát bizonyos elemeket Guardiola is vesz belőle, de egy az egybe Paulo Sousa-t használja, Leonardo Jardim használja, Carlos Carvajal, André Villas-Boas, tehát ezek mind Angliában, Spanyolországban, Portugáliában top szinten dolgozó és sikeres edzők. MLS, mint olyan, amikor ezt bedobtad, hogy van egy ilyen, mit mondtak, mellszélesség, vagy várjunk egy kicsit vele? Vagy segítség volt? Egyrésztről nyilván volt egy normális felülvizsgálata, tehát... Itt azért megjelenés előtt több volt szövetségkapitány, átolvasta, jelenleg aktív külföldön dolgozó edzők átolvasták. Tehát volt olyan referenciája, hogy komoly szakemberek jónak tartották. Tehát nem ment így át, hogy átcsúlja, itt van megjelenés. Hát, de ez teljesen normális, igen, azért, mert jön Bene Ferenc, és azt mondja, hogy ez egy külföldi módszer, igen. Attól még nem fogja a főtitkár úr áldását adni azonnal. Ez le lett ellenőrizve, ez több rostán ebből a szempontból átment.
Én amikor bármi kritika éri, vagy fogja érni a könyvet, én mindig nyugodt vagyok, mert ez nem az én találmányom, hanem ez egy hosszú távon működő edzésmódszertan. Ezt lehetne akár edzőképzésbe bevenni, akár utánpótlásba, akár bizonyos klubok átvehetik belső tananyagként. Én ebben nyugodt vagyok. A másik pedig, hogy nyilván köszönettel tartozom a labdarúgó szövetségnek, mert felkarolták, és gyakorlatilag megköszönhetem, hogy ez a könyv papír alapon a kezemben van már gyakorlatilag 2 hete. Beszéltünk a száraz könyvről, a tankönyvről, de azért beszéljünk a játékról, a fociról, ugye mégiscsak. Most odaértél, megállapodtál, jó helyen vagy? Mert ugye egy korosztályos válogatottnak a szakvezetője az egy nagy kihívás. Tudjuk. Így van. De, ugye mindig azt szoktam mondani, de azért egy NB1-es csapatnak az edzőjének lenni hétről hétre, oda tenni az oroszlán szájába a fejedet és a játékosokat, az megint egy másik dolog. Hát természetes az ember, amíg nem érzi magát túl öregnek vagy kiégetnek, egyik se vagyok, addig mindig is célja meg vágya lesz az NB1-es edzői pozíció, de én mindig a kihívásokba gondolkodtam. Tehát ugye volt, amikor NB1-es csapatnál pályaedző voltam, kihívás volt. Volt, amikor érzelmi kérdés volt, nyilván Újpesten. Akkor volt, amikor egy NB2-es szakmai igazgatói pozíció is kihívás volt, mondjuk Nyíregyházán, és most az is nagyon nagy kihívás, hogy nemzeti válogatottat vezethetek. Tehát nem abba gondolkodom, hogy úristen, mikor lesz egy másik megkeresés, hanem most a legjobb tudásom szerint szeretném a csapatot minél jobban fejleszteni, minél sikeresebbeknek lenni, de hát természetesen egy év múlva, amikor indulnak az EB-s elejtezők, arra szeretném legjobbnak a csapatot. A csapatot. Úgyhogy most csak ezzel foglalkozom. Most van mit, igen. Ha már a válogatottnál tartunk a 18-19 és fölfelé, globálisan együtt dolgozik minden szakvezető? Teszem, most a rosszira gondolok. Tehát az első, hogy meg szoktatok találkozni, megbeszélni dolgokat, vagy egyelőre még neki nincs annyi ideje, vagy mert össze kell rakni ezt a felnőtt válogatottat valamiképpen? Hát egy biztos, hogy mi az U15-ös korosztálytól az U19-ig mi edzők egy irodában dolgozunk, nagyon-nagyon sokat vagyunk együtt, főleg német Anta kollégámmal, rengeteg edzőtábor, külföldi túrák, egyebek, rengeteget beszélünk, állandóan szakmai kérdésekről, mindig vagy a táblán elemezzük a mérkőseket, vagy videón, sőt, már az edzéseket is kielemezzük. Vannak kitűnő kollégáink, akik egyéb tudományterületről a játékosoknak az állapotát elemzik. Tehát mi sűrve-főve együtt vagyunk, és szinte mindig szakmai beszélgetéseink vannak. Nem csak az a mi munkánknak a gyümölcse, vagy az eredménye, hogy adott esetben milyen mérkőzés eredményt érünk el az EB-s elejtezőkön szerintem, hanem az is, hogy hány játékost tudunk később felkészíteni a felnőtt futballra, vagy a felnőtt válogatott szintre. Úgyhogy kettős ez a dolog. Márko Rossi kollégánkkal pedig azért vele is jó a kapcsolatunk, én többször beszéltem vele akár az alválogatott játékosokról, akár az alválogatott mérkőzésekről. Olyan fajta befolyásunk nincs egymásra, hogy nem is kell, én azt gondolom, hogy milyen játékrendszerű futballozunk, vagy hogyan, mert nem is ez a lényeg. Igen. A lényeg az, hogy azokat a nemzetközi trendeket kövessük. Például tegnap elemeztük ki a legutóbbi világbajnokságnak a tapasztalatait Roth Antal segítségével. Tehát abszolút mértékben képbe vagyunk a legmodernebb edzésmódszerekkel, a legmodernebb trendekkel kapcsolatban. Szerintem ott tényleg a válogatott szinten profizmus uralkodik. Reméljük, hogy ennek a játék. Reméljük, hogy azt mi is fogjuk érzékelni a csapat játékát látva. Igen, ez igaz, de ahogy ugye a könyvvel kapcsolatban beszéltünk, a lényeg azért az utánpótlás klubokban, meg az akadémiákon dől el, de úgy érzem, ott is van előrelépés, és reméljük, hogy nem csak a könyv miatt, de ha ez a módszer elterjed, akkor még további előrelépés lesz. Te Feri, hadd kérdezzek valami butát itt a végére. De ez komoly. Ez 24 órás elfoglaltság, gondolom, egy ilyen szakvezetőnek lenni. Ugye? Tehát ez az. Kétségtelen. Ugye? Igen. Mennyit vagy telkiben? Hát gyakorlatilag úgy áll a programunk, hogy vagy telkiben vagyunk, vagy edzőtáborban vagyunk. Ha egyik helyen se vagyunk, akkor azok a nagy ritka szabad napjaink. De azt mondom, hogy még van egy harmadik verzió, amikor a mérkőzéseket nézzük és figyeljük a játékosokat. Tehát gyakorlatilag így néz ki az életünk. Hogy bírja a család?
Már... Hát természetesen a család mindenek felett, meg ők a legfontosabbak. Úgy az ember, talán ez olyan, mint amikor ugye a játékosokról beszéltünk, hogy annyira keveset vagyunk a játékosokkal, hogy nagyon, nagyon fókuszáltan és nagyon profin kell végezni a munkákat, hogy nagyon hatékony legyen az a pici idő, amit eltöltünk. Próbálom én is így beosztani, hogy amikor viszont a családdal vagyunk, az nagyon hatékony legyen, vagy nagyon szeretett. Én azt gondolom, hogy ez maradjon így, tehát hogyha hív egy ilyen buta műsorvezető, akkor mondta, hogy ez a család, én meg fogom érteni, de természetesen inkább azt mondom, hogy Feri, nagyon sok sikert kívánok, és kitartást, mert az, nagyon hogy te dolgozni köszönöm. Akarsz, és komolyan veszed ezt, amit kitaláltál, és véghez akarod vinni, az óriási kitartás kell. Buktatókat kerüld el. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm, és minden jót kívánok a tévénézőknek is. Köszönöm.